Nem spórolni kell, hanem nem szabad pazarolni. Mert ugye a spórolás az azt jelenteni, hogy akár olyan dolgot se veszel meg, ami mondjuk kell, amik egy jobb eszközt, hanem nem kell feleslegesen pazarolni, ez tök fontos. Üdv a Vállalkozás és Pszichológia Podcastben! A műsorházi gazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing Zrt. alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Bibliot című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphasd azt a gyakorlati tudást, ami nekünk szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzuk az időt, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! Exkluzív adással készültünk nektek! Én imádom azokat az embereket, akik alapvetően nem abból élnek, hogy megosztják, hogy hogyan kéne vállalkoznunk, hanem valódi vállalkozást építenek, és ebben haladnak, és igazából dolgoznak, és hogyha mi beletekinthetünk az ő működésükben, sztoriukban, gondolkodásmódjukba, azt hiszem, rengeteget inspirálhatunk és tanulhatunk. Ezért is egy tök nagy megtiszteltetés, hogy most itt van velem Gál Kristóf is, illetve itt velünk Sáros Pataki Albert is. Sziasztok! Mi nem nagyon szoktunk vendégeket fogadni, a kedves hallgatóság, aki már találkozott velünk, az tudja. Tehát, hogy eddig egyetlen egy vendégünk volt, Pánki György, aki pszichológiai vonalon volt velünk ezért is egy nagy dolog számunkra, hogy itt vagy velünk most Albert. Akinek esetleg még nem ismerős annyira a neved, biztos, hogy van egy kevés ilyen ember még, beszéljünk egy picit arról, hogy, hogy neked mi alapvetően a szereped a billingóval, mert ugye a második legnagyobb számlázó felület vagytok, de ezen kívül még rengeteg mindent is nyújt a szolgáltatásatok, illetve hogy neked mi a, a funkció ezen a csapaton belül. Óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetek veletek, és azon kevesek közé tartozok, akiket meghívtatok az adásba. Én nekem a szerepem a Billingóban, az egy vezérigazgatói szerep, én menedzselem a Billingónak a a szervezetét. Én felelek azért, hogy a Billingónak a víziói, a fejlesztései és az irányai azok megfelelő módon legyenek képviselve. Én képviselem a céget, hogyha a Billingóról szoktak beszélni, akkor Általában vagy engem tudok látni előadásokon, podcastekben és egyéb helyeken, illetve Bestro Szabó stratégiai igazgató kollégámat. Ő is nagyon sokat szokott szerepelni, és ő is teljes mérséleségben képviseli a céget. Szuper. és ebben a cégben, ha jól tudom, akkor tulajdonos is vagy igaz? Abszolút, igen. Viszont volt Dőge befektetés is? Ha jól tudom, akkor 900 millió forint nagyságrendben? Igen, 2021-ben zártunk egy 900 millió forintos tőkebefektetést. Hát erről elég sokat tudnék mesélni, mert tényleg egy elég nagy és elég nehéz, nehéz kör volt, de abszolút sikerrel tudtuk felhasználni ezt a, a befektetett tőkét, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tényleg egy elég nagyot tudtunk belőle fejlődni. 2021-ben volt egy közel 60%-os bővülésünk, növekedésünk, 2022-ben pedig 92%-os növekedéssel tudtunk zárni, és azt látjuk most a 2023-as évben, hogy most is közel duplázással fogjuk tudni folytatni az évet. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút jó felhasználással tudtunk élni ezzel az összeggel. De ugye nem csak pénz szükséges ahhoz, hogy egy cég növekedjen, hanem én azt gondolom, hogy nagyon jó csapat is szükséges ahhoz, sőt, elsősorban a csapaton múlik az, hogy mi az, amit ki tudunk hozni a pénzből, mert sok startupot látok, és sok céget, akik bár pénzt kapnak, de valahogy mégsem tudják megugrani azokat az alapokat, hogy valódi növekedést tudjanak elérni. És szerintem nagyon sok Cég és startup vérzik el, hogy egyszerűen nem megfelelően nyúlnak hozzá, nem megfelelő gondossággal, nem megfelelő átgondoltsággal. És nagyon fontos, hogy az a stratégia, amit kitűznek az alapítók, a vezetők és maga az egész szervezet, azokat tényleg tudják mindig finoman korrigálni, tudjanak agilisan hozzáállni a növekedéshez, mert mi is, amikor letettük például a, az üzleti tervet, meg a stratégiát, hát azért, azért, azért kellett jó párszor korrigálni ahhoz, hogy észrevegyük az, hogy hol vannak a hibáink, és nagyon sokszor kellett önvizsgálatot tartanunk, hogy, hogy mindig a lehető legjobbat tudjuk kihozni az adott szervezetből, az adott pillanatból, és merjünk hozzányúlni a dolgokhoz. Tehát szerintem nagyon sokan egyébként én azt látom, hogy belecsúsznak abból, hogy letesznek például egy üzleti tervet az elején, és foggal körömmel próbálnak ahhoz ragaszkodni, hogy már pedig azt kell megcsinálni, és ez szerintem egy hiba. És mi mertünk ezekhez hozzányúlni, mertünk ezekhez agilisan hozzáállni, és azt gondolom, hogy ez volt a sikernek az egyik titka. De én határozottan azt állítom, hogy mindig a csapaton múlik. Még egy kérdésem lehet, Kristóf. Szóval még egy pár számot a kedves hallgatóságnak azért mondjuk szerintem lenyűgözőek, kérlek azt mondd nekem, hogy mennyi felhasználatok van most, nagyjából mekkora az árbevételtek, és hányan vagytok a csapatban? Most fogjuk elérni a 200 000 felhasználót, ez egy óriási nagy büszkeség, mert B2B szektorban nagyon kevés az a cég, aki, aki ekkora felhasználó rendelkezik a piacon. Ugye nálunk nagyobb szereplő a számlász.hu, nagyon komoly és nagyon jó versenytárs, és azt látjuk, hogy maga a B2B szektorban nagyon kevés az a cég, aki tényleg ekkor a felhasználó számmal rendelkezik. Az elbevételünk tavaly 730 millió forint volt, azelőtt 350 millió forint, most pedig nagyságrendileg ilyen 1,3 milliárd, 1,4 milliárd forint közé várjuk az eredményeket, és egyébként 50-en vagyunk most, most a csapatban. Ez a 200 ezer ügyfél, ez, ez, a piasznak mekkora része? Tehát 1 millió Mondjuk, ami a, ami a piac? Ugye a piac szegmense az, az három nagy vállalkozói rétegből áll. Ugye vannak az egyéni vállalkozók, vannak a társas vállalkozók, és vannak az adószámos magánszemélyek. Hogyha megnézzük a NAV adatbázisát, akkor 1,8 millió vállalkozás van, de ebből 700 ezer az adószámos magánszemély. Az adószámos magánszemélyek azok, akik mondjuk nem akarnak kiváltani egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás, de egyébként van mondjuk ingatlanuk, amit ki akarnak adni, vagy olyan művészeti tevékenységeket végeznek, amire teljesen elég mondjuk egy ilyen egyszerű adószámos magánszemély számlázási lehetőség. Ugye vannak az egyéni vállalkozók, ők nagyságrendileg 500 ezeren vannak, ugye most a katás változásokkal most azért egy kicsit, kicsit, alakult a piac, kicsit alakult az egyéni vállalkozóknak az összetettsége, hogy kikből is áll, illetve van, vannak a társas vállalkozók, akik szintén körülbelül 500-550 ezeres számban vannak, viszont azt tudni kell, hogy az egyéni vállalkozóknál és a társas vállalkozóknál is többen szüneteltetik a vállalkozást, többen vannak, vagy egy részük felszámolás alatt áll, vagy végelszámolás alatt áll. Én azt szoktam mondani, hogy a piac méret az, az egészséges piac méret, ami úgy számolható, az kb. 800 ezer vállalkozás. És ebben már leszámítottam azokat, akik egyébként felszámolás, végelszámolás alatt vannak, vagy, vagy szüneteltetik a vállalkozást. Akkor nem tippeltem rosszul, de akkor olyan kb. 25%-os a részesedésetek? Nagyságrendben. Uh -huh. Szuper. Az hatalmas, tehát ez már az a szint, hogyha jól sejtem, hogy az országon belül hamarosan eljutok arra a pontra, hogy ezt már fenntartani kell, és nem feltétlenül növekedés lesz az elsőleges sörítés? Igen. Én azt gondolom, hogy még nagyon sok van a piacban. Sok emberrel szoktam beszélgetni, és általában ez a kérdés fel jönni, hogy nem értük el már a platót hol van a vége, van-e még növekedés a piacban, és azt látjuk, hogy még nagy növekedés van a piacban, bármennyire is azt látjuk, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, leosztott piac. Mi a növekedést abszolút abban látjuk, hogy olyan piaci innovációkat hozunk ki, amivel egy picit más, hogy tudjuk kontextusba helyezni a binningó szolgáltatásait, más értékeket tudunk teremteni, és más, hogy tudjuk a vállalkozókat sokkal versenyképesek helyzetbe hozni. És mi abban hiszünk, hogy olyan integrált szolgáltatásokat tudjunk biztosítani a vállalkozóknak, amikkel ők az ő versenyképességüket, az idejüket, az átláthatóságukat, az egyszerű működésüket sokkal jobban tudják biztosítani. És mi azt látjuk, hogy ezt az ügyfelek értik. Egyre jobban értik. Egyre jobban növekszik egyébként a billingó, tehát hogy nem az történik, hogy egyébként a, a növekvés az, az lassulna, vagy, vagy megállna, vagy megtorponna, nem azt látjuk, hogy egyébként egy nagyon masszív és erős növekedésünk van, és ezt én annak tudom be, vagy szerintem annak köszönhetjük, hogy, hogy tényleg innovatívan, ügyfélbarátan állunk a piachoz, kimagasló az ügyfélszolgálatunk, el lehet minket érni, nyitottak vagyunk az ügyfelekre, azzal a nehézséggel együtt, hogy közel 200 ezer ügyfélnek nagyon-nagyon nehéz megfelelni, és nem tudunk mindenkinek megfelelni, ami, amit sokszor a mai napig egyébként nehezen élek meg, mert nagyon sok olyan dolgot látok, hogy látok olyan ügyféligényeket, amit még én is nagyon jónak tartok, de például nagyon marginális. És ott ott kell mérlegelnünk, hogy oké, okay, de akkor most, most, milyen irányba megyünk most pár ügyfélnek, kezdünk el fejleszteni, vagy, vagy a 200 ezres ügyféltábornak, és és azért én is látom azt, hogy sajnos nem tudunk mindenkinek így ilyen formában megfelelni. Nekem rengeteg kérdésem van, szóval nem tudom, hogy belét volt a szót, hogy a kérdezek, kérdezek. Engem mi? az érdekelne, hogy mondjuk ez az 50 fő, ez hogyan oszlik meg? Tehát gondolom, hogy egy csomó fejlesztő ügyfelszolgáltató, hogy hogy, hogy néz ez ki, ha lehet én. erről beszélni? Abszolút. Két nagy területe van jelenleg egyébként a billingónak, az egyik a fejlesztés van nagyságrendileg 15 darab fejlesztőnk, a fejlesztéssel nagyon szorosan együttműködik a, a product team, ott vannak öten, vannak UX-esek, UI-osok, és a másik nagy terület az egyébként nálunk a sales. Ez egy újonnan bevezetett terület nálunk, nem rég vezettük be, talán, ha jól emlékszem, akkor, akkor egy éve kezdtük el ezt masszívan építeni, most jelenleg 12 darab sales van, akik, akik azzal foglalkoznak, hogy segítik az ügyfeleket az onboardálásban, hogyha valaki például regisztrál, akkor, akkor felhívjuk őket, megkérdezzük, hogy tudunk-e valamiben segíteni. Mi az, ami érdekli a bilingóban, milyen olyan tájékoztatásokat tudunk még adni neki, amiből ő jobban megérti, hogy mi is a billingó. Tényleg szeretnénk egy olyan supportot adni az ügyfeleknek, amiben ők tényleg értékelik azt, hogy, hogy nem csak egy szoftverre -re regisztrálnak, hanem valós segítséget is kapnak, és ebbe próbálunk egyre jobbak lenni, folyamatosan monitorozzuk a beszélgetéseinket, nézzük azt, hogy hogy hogyan tudunk minél nagyobb értéket adni itt az ügyfeleknek. Felszoktuk akkor hívni például, amikor lejár az előfizetésük, vagy különböző olyan akkor lehetőségek, amikor látunk valami olyat, amit mondjuk lehet, hogy ő nem vesz észre, vagy vannak olyan szolgáltatások, vagy vannak olyan lehetőségek, amiket, hogyha ő mondjuk kihasználna, akkor mondjuk lényegesen nagyobb versenyképességgel tudna mondjuk előre menni. Úgyhogy a szélsz az egy nagyon nagy terület van hat fő ügyfélszolgálat, van operáció, van HR, pénzügy, és azt talán, 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 nem hagytam ki senkit. Igen, és ugye van a vagyunk mi a Szabival, akik pedig irányítjuk igazgatóként a céget. A product az mit jelent pontosan? A product az magát a termékfejlesztést jelenti. A, a termékesek dolgoznak azon, hogy, hogyha van valami olyan vízió, ötlet, gondolat, akkor ők gondolják át, ők, ők vizsgálják meg azt, hogy az hogyan lehet a legjobban megoldani, beszélnek ügyfelekkel, kutatásokat csinálnak, méréseket csinálunk, elkezdjük nézni a rendszerben azt, hogy az adott funkció milyen hatással lehet egyébként a közel 200 ezeres tömegre, másokat is érdekel, nagyon-nagyon sok minden számításba vesznek ahhoz, hogy mondjuk elindítsanak egy termékfejlesztés. A termékfejlesztés az nagyjából úgy néz ki, hogy van egy, tehát megértjük a problémát, ha a problémát értjük, és egyébként azt gondoljuk, hogy az ügyfelek is értik, akkor elkezdődnek ezek a kutatások. Születik ebből egy brief, és hogyha a brief is rendben van, és azt valahogy vissza tudjuk validáltatni, tehát több validációs pont van, akkor azt elkezdjük megtervezni. Átadjuk a UX-eseknek, ők csinálnak különböző wireframe-eket, AB tesztelünk, és hogyha az AB tesztelésen is egyébként sikeresen átmegy az adott feature fejlesztés szolgáltatás, akkor átmegy a ui okhoz és ők beleillesztik a grafikába, és utána megy a fejlesztésre. A fejlesztés egyébként már az elejétől szorosan figyelemmel kísér, és kikérik a fejlesztőknek a véleményét, hogy hogyan lehet a lege, lehető legegyszerűbben megoldani azt a, azt a megoldást, mert mi sokszor sokszor beleszoktunk esni abba a jelenségbe, hogy hogy egész egyszerűen túl gondolunk valamit, és lehet, hogy egyébként van egy tök egyszerű más megoldása annak a, annak a feature-nek, fejlesztésnek, vagy szolgáltatásnak. Nagyjából így néz ki egy, egy termékfejlesztés, ez na, tényleg nagyon sok mindent foglal magába, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy, hogy ténylegesen megértsük az ügyfeleket, és nagyon sokat kutatunk, és nagyon sokat mérünk. És egyébként nagyon sok fejlesztési ötlet, az már a kutatási fázisban az elhassal, és nem megy tovább és sok ilyen típusú vesztett fejlesztésünk van, úgymond, amit valahogy racionális indokok alapján megérvelünk, hogy miért nem. végül is mondhatjuk, hogy a, a fejlesztőknek a, a product a megrendelője, tehát a fejlesztők mindig azt csinálják, amit a, a termékcsapat még most megrendelt tőlünk. Valahogy így kell érteni? Igen. Ezt árnyalnám azzal, hogy ugyanúgy van bugkezelésünk, tehát hogy a, ugye a hívjuk azokat a jelenségeket, hibákat, amik, amik valamiért vannak a rendszerben, ezeket általában az ügyfelek jelzik, hogy valamit vagy nem értenek, vagy valami hiba van, vagy valami történik, és ez, ez sokszor tényleg így ezekre az ügyfelek hívják fel a figyelmet. Ilyenkor bejön az ügyfélszolgálatra, vagy telefonon, vagy e-mailen jelzik ezt felénk, az ügyfélszolgálat felveszi a tiketet, és ezek a tiketek pedig egyből mennek a fejlesztésre. Az ügyfélszolgálat már ki van képezve arra, hogy, hogy felismerje azokat a tiketeket, hogy itt most vagy valami beállítási probléma lehet, vagy valami olyan anomália, ami, ami nem fejl feltétlen fejlesztés, hanem hogy valami, valami az ügyfélnél lehet valami olyan jelenség, vagy valami olyan helyzet, amit ami, ami egyébként nagyon könnyen meg lehetne oldani az ügyfélszolgálat megszűri ezeket a tiketeket, és utána megy a fejlesztés. A fejlesztés pedig a lehető legnagyobb prioritással kezeli ezeket a tiketeket, és figyelünk arra, hogy ezeket a lehető leggyorsabb idő alatt meg tudjuk oldani, ahogy kész van egy tiket, ugye ezt látja az ügyfélszolgálat, egy rendszerben dolgoznak, és az ügyfélszolgálat pedig kiértesíti az ügyfelet, hogy, hogy a hiba van hárítva. Köszön. Ez így azért is fontos, mert nekem is volt én tapasztalatom, már számlázó szoftvernél nem látok volt ez, ahol én beadtam egy tiketet, és volt egy probléma egy ügyfélszolgálati chat, és azt éreztem, hogy, hogy, én magyarázom, hogy hogy működik a szoftver az ügyfélszolgálati oldalnak, és ez eléggé problémás szokott lenni, mert másik én, amikor meg chat funkció van, és így olyan olyan robotválaszokat ad neked vissza, ami nem hasznos, és elpazarolsz az ügyfél idejét, szóval ez tetszik, amit mondasz. Meg ha jól értem, akkor itt nátok, az is úgy van feloszva, hogy ugye, mondjuk két feladat közül kell választani, az egyik egy kutatásfejlesztési projekt, a másik pedig az, hogy meglévő ügyfelket kiszolgálják, akkor mindig az utóbbi, tehát a meglévő kiszolgálása lesz a prió. Abszolút. Mindig az a fontos, hogy ami már megvan, az a lehető leghibamentesebben működjön. Én még nem láttam olyan szoftvert, ami teljesen hiba nélkül működne. Mindig, amikor jön egy fejlesztés, néha előfordul az, hogy valahol teljesen máshol keletkezik egy olyan anomália vagy bug, amit egész egyszerűen menedzselni kell. Tehát, hogyha ha egy program fejlesztve van és foglalkozva van bele, akkor elkerülhetetlen az, hogy igenis kell, hogy bug management legyen az például tudod, Bence, hogy én azt tippelném, hogy te tudod, de hogy miért bug hívjuk az ilyen hibát az ilyen szoftverekben? No. Nem. Nem hallottad? Te no. tudod? Én már hallottam, de, de szívesen meghallgatom. Ugye bug-bogár és hogy állítólag ez onnan ered, hogy, hogy nagyon régen még a számítógépek hőskorában ilyen, ilyen, ilyen csöves számítógépek voltak, ilyen, ilyen, nem tudom, katócső, vagy, és hogy, hogy azért bág, mert hogy belement fizikailag egy bogár oda, és egy nagyon nagy hő volt ott, és hogy, hogy, hogy egyszerűen lerobbant a gép amiatt, hogy bemászik egy bogár, és akkor ez a bogártalanítás. Ez bogár a bág is. szó. Ugye valami, azt hiszem, valami ilyesmi. Valami hasonló, igen kicsit még ennél a kutatásfejlesztés résznél maradva, csak hogy leegyszerűsítve le tudom, hogy ez nem ez jóval bonyolultabb, meg szofisztikáltabb a folyamat nálatok, de ha most azt néznénk meg, hogy a csapatotoknak mondjuk mekkora munkaidejét alokáljátok arra, hogy, a, hogy új szolgáltatásokat mondjuk teszteljetek, fejleszhetek, gondolkodjatok rajta, hogy lehetne még többet, még jobban nyújtani, akkor ez mondjuk a teljes csapatodnak mondjuk mekkora része lenne százalékban, amit erre rászántok időben? Tehát, hogy kifejezetten az új kutatás versus a meglévőknek a, a menedzsmentje? Így van, ez, ezen gondolkodok, és elmondom, hogy miért kérdezem ezt. Szerintem nagyon sok olyan vállalkozó van, és már látunk ilyet, hogy ez a shiny object szindróma, hogy mondjuk van a vállalkozáson, felekezdő vállalkozók, vállalkozóknál, a mikrovállalkozóknál látjuk ezt, hogy mondjuk ő, őnek van egy ötlete, hogy mit tudom, én cserepeket készít, és azt eszébe jut arra, hogy oké, lehetne akkor agyaktálakat is csinálni, meg akkor lehetne már akkor asztalokat, meg székeket eladni hozzá, és hogy mindig van valami ötlet, amit behoznának, és lehet, hogy mondjuk ez 20 marad meg, hogy a működővel foglalkoznak. De nyilván nálatok erre ki itt vagy egy process, mert pontosan látjátok, hogy mi az, ami működik. Ezen a szinten ezt nem, lehet, nem olyan csinálni. Szóval nagyon érdekelne az, hogy, hogy nálatok mondjuk mennyit engedtek meg a csapatotoknak, vagy mi a stratégia arra, hogy mondjuk így a, a teljes alokáltó munkaidőnek, a, a, csapatnak a munkaidőnek, nem um, 10%-a megy el fejlesztésre, vagy 25, vagy, vagy 5, vagy 1, vagy hogy, hogy nézhet ez nagyjából ki? Ez sokszor nincs így kölbevésve, és, és ez változik is. Ez függ a stratégián, függ attól, hogy mennyi olyan hibajegyünk van, tiketünk van, vagy milyen olyan Rekonstrukciókat végzünk, ami mondjuk egy, egy, egy fókuszterületet érintett. Például szoktunk olyat csinálni, hogy hozzányúlunk a meglévő rendszerhez, és ezeket egész egyszerűen rekonstruáljuk. Háttérben egyébként szoktuk frissíteni a kódokat. Most például nem vettek észre az ügyfelek szerintem semmit abból, hogy lecseréltük a teljes admin rendszernek a frontendjét. Egész egyszerűen egy újabb technológiára álltunk át, és itt nagyon figyeltünk arra, hogy például ebből semmit ne vegyenek észre. Én a, a jelenlegi tudásom szerint nem is jött olyan tiket, ami arra utalt volna, hogy mondjuk ebből bármilyen probléma vagy anomália keletkezett volna. Hogyha mondanom kell most egy számot, akkor azt gondolom, hogy most jelenleg ilyen fele-fele arányba foglalkozunk az új fejlesztésekkel és a meglévő rendszernek úgymond a fejlesztésével csak itt ugye mit nevezünk meglévő rendszernek a továbbfejlesztésével? Ugye ez is lehet egy kérdés, mert hogyha mondjuk kihozunk egy új funkciót, akkor az hova számít? Az a meglévő rendszernek a csiszolása, vagy valójában az egy teljesen új feature? Mi úgy szoktuk ezt, hogyha van, van valami teljesen új szolgáltatás, most például behoztuk a faktoringot, hogy, hogy tudsz például számlát faktorálni a bidingóból. Ezt egy nagyon egyszerű módon, pár kattintással egyébként el tudod indítani, és van egy faktorálási szolgáltató partnerünk, aki pedig ezt a, az igényt elkapja, és lemenedzseli az ügyféllel. Ez például nálunk már egy új szolgáltatásnak számít, tehát nem a rendszernek a reszelése, hogyha így lehet mondani, de például nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy mondjuk olyan kis változtatásokat csináljunk, ami, amit nem feltétlen veszel észre, nem feltétlen vesz észre az ügyfél, de mégis az érzete az lesz, hogy valami könnyebb de nem tudja megmondani, hogy micsoda. És ezeket nagyon-nagyon sokat kutatjuk, és az utóbbi időben lett ez egyre elhatalmasodottabb a Billingóban, hogy mindent kutatás alapon kezdjünk el csinálni, azért ez pár éve nagyon nem így volt. És én azt gondolom, hogy, hogy ezek tök jól hangzik, meg ezek ilyen tankönyvi példák, hogy persze kutatni, meg ezt meg minden csinálni, és, és, és ezek nagyon-nagyon jók és nagyon hasznosak, de azt is be kell látni, hogy egy fiatal startup életében, amikor mondjuk valaki elindul, akkor nem feltétlenül ezzel fog foglalkozni, hanem örül, hogy kb. meg tudja oldani a dolgokat a jelenlegi erőforrásaiból. Tehát, hogy ehhez is kell szerintem egy kultúra, egy olyan mindset, hogy igen, ez be tud építeni a processzekbe, és időben fel tud ismerni az, hogy erre szükség van ahhoz, hogy minőségben tovább tudj fejlődni. Nagyon nehéz egyébként, mert, mert sokszor nem egyértelműek az adatok sem. És van, amikor olyan kutatásokat látunk, amiből nehezen tudjuk eldönteni, hogy most merre lépjünk tovább, mert vagy nagyon kiegyenlített, vagy nagyon nem egyértelmű, akkor ott megnézzük azt, hogy egy -e, jól tettük-e fel a kérdést, mi van akkor, hogyha akkor más, hogy tesszük fel a kérdést, akkor lehet, hogy újabb kutatásokat indítunk rá, és egy-egy fejlesztés bármennyire is hihetetlennek tart, sokszor eltart egy évig. Pont azért, mert, mert muszáj megértenünk azt, hogy, hogy ebből hogy tudjuk kihozni az ügyfelek felé a legnagyobb hatást a lehetőleg egyszerűbb módon. Mondom, ezt sokáig nem így csináltuk, volt például 2021-ben egy olyan évünk, amikor kb. havonta hoztuk ki a nagyobbnál nagyobb szolgáltatásokat, pályázatfigyelő, céginformációs rendszer, partnerfigyelő, bankszinkron, softpos, vályszösszekötés, készletkezelő, ügykezelő, akkor teljesítési igazolás hogy így folyamatosan jöttek ki fizetési kérelem, tehát ezt mind 2021-ben, és ezt is úgy, hogy, hogy nagyjából háromnegyed év alatt hoztuk ki. Tehát látszik az, hogy őrült nagy dolgokra is képes lehet egy szervezet, és nagyon nagy dolgokat is meg tud csinálni, de ott viszont évvégén muszáj volt egy, egy önvizsgálatot is tartanunk, hogy ez a nagy roham, ez a nagy fejlesztés, ezt úgy tudtuk megcsinálni, hogy minimálisan kérdeztük csak meg az ügyfeleket. Ennek az az eredménye, hogy látunk olyan funkciókat, látunk olyan működéseket, amiket lehetett volna hatékonyabban is megcsinálni. Ez is jó, hogy látjuk, és elkezdjük megérteni azt, hogy hogyan nem. Ugye Edison mondta, Edison kérdezték meg, amikor megcsinálta az izzót, hogy nem érzi a kellemetlenül azt, hogy egyébként volt ezer darab sikertelensége, és mondta azt, hogy miért érezném magam kellemetlenül. Nekem ezer válaszom van arra, hogy hogyan ne csináljuk. És volt egy jó, amiben ugye ezt, ezt meg tudta oldani és mi is egy kicsit ilyen szemlélettel vagyunk, hogy abszolút a hibáinkból szeretnénk tanulni, és ezt folyamatosan nézzük azt, hogy hogyan tudjuk azokat a hibákat is eredményre fordítani, amivel egész egyszerűen nekünk tényleg foglalkozni kell. Van olyan menedzsment koncepció vagy módszertan, amit egyértelműen használtok? Vagy, vagy hogy, 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 legózzátok össze azt, hogy a, mondjuk a szervezetet hogyan építitek, vagy akár hogyan működtetitek a céget? Van erre valamilyen? Hogy, hogy melyik könyvet olvastad el, vagy ez hogy működik? Hát nagyon-nagyon sok könyvet olvastam el, óriási könyvgyűjteményem van otthon, és tényleg nagyon érdekelt a szervezetépítés, csapatépítés, milyen olyan módszereket lehet behozni, és én azt gondolom, hogy mindegyik könyvnek van valamilyen olyan eszenciája, üzenete, ami, amit úgy megfogadsz és elkezdesz használni. De nem tudok kiemelni egyetlen egy olyan könyvet sem, hogy na ez az a könyv, ami szerint egyébként most jelenleg a bilingó Ban, ö, működünk, hanem ott is ugyanúgy az atomi szokásoktal elkezdve, a, az agilis módszertanon keresztül nagyon sok olyan módszertant alkalmazunk, a, ami a, az adott területeknek a lehető legmegfelelőbb. Máshogy működik egy szélszerület, terület, máshogy működik egy fejlesztés és product terület, és egyébként teljesen máshogy működik mondjuk egy, egy ügyfélszolgálat. És ö, Hogyha az egész szervezetet nézzük, akkor ugye van az igazgatóság, itt vagyunk ketten a szabival, van a vezetői réteg, minden egyes csapatnak van egy, egy felelős vezetője. Mi elsősorban velük kommunikálunk, meg minden fontos dolgot. Van én öt vezető? Van. Körülbelül öt vezető, igen. Anna a marketinget kihagytam, most jutott eszembe a marketing egy nagyon fontos terület, úgyhogy hogyha marketing hallgatja a podcastet, akkor, akkor ne haragudjatok. Abszolút kiemelten fontos terület egyébként a marketing, és nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy hogyan tudjuk a lehető legjobban eljuttatni az üzeneteket. De visszatérve egyébként, ugye van egy vezetői rétegünk, és van a, van a management és az asszisztencia réteg. Tehát, hogy egy ilyen klasszikus szervezetformát öltöttünk föl, régen nagyon nem így működtünk, hanem elég lapos volt a szervezet. Ezt az utóbbi két évben alakítottuk ki ilyen rendszerre, és ebben elég nagy kihívásokon kellett keresztül mennünk, hogy ezt a szervezetet egyébként így ki tudjuk alakítani, és hatékonyan tudjuk üzemeltetni. És szerintem én azt látom, hogy ezt nagyon nehéz megugrani egy startup életében, vagy egy szervezet életében, hogy, hogy egész egyszerűen felnőjön. És hogy a, az adott kis lapos szervezetet, ahol mindenkinek van egy C betűs titulusa, CO, c COC, DOC, FOC, nem tudom micsoda, tehát, hogy, és vannak kb. öten a szervezetbe, azt hogyan tudod úgy felépíteni, hogy ennek legyen tényleg egy struktúrája a nap amikor már 20 meg 30-an lesznek. És ne legyenek ott egóskodások, hatalmi harcok, hanem ezzel is foglalkozni kell, hogy ezt hogyan tudod úgy egyensúlyba tartani, hogy hogy az információ áramlás az tényleg kiegyenlített és megfelelő legyen. Én attól vagyok teljesen elképedve, hogy az, hogy 50-en vagytok nagyjából, azt mondtad, igaz? Igen. Tehát egy egészen elképesztő számomra az, hogy mennyire jól menedzseljétek a saját erőforrásaitokat, hogy ennyi ügyfelet kiszolgáltok, hogy ennyi innovációt végigvisztek, hogy működnek a folyamatok belül. Nyilván ismerjük azt, ami mert frontend, backend, az hogyan szokott kinézni általában, de biztosan ez rendben van. De mégis az, hogy látjuk azt, hogy nagyon sok 50 fős cég van, aki még a saját üzemeltetését is alig-alig tudja megoldani, nem, hogy még ekkor innovációkban részt vegyen. És ez így, ez így nagyon elképesztő számomra. És azon gondolkodom, hogy van-e valamiféle tanácsod azoknak, akik szeretnék mondjuk a csapatukban még inkább kihozni a maximumot. Ez nagyon általános a kérdés, de hogy neked volt-e a tanási folyamatodban néhány olyan kulcsfelismerés, vagy olyan új áttörés, amit így be tudnánk építeni a hallgatóknak az életébe, akár egy csapatnak a hatékony kihasználása Abszolút. Szerintem nagyon fontos az, hogy akarjunk világlasszis emberekkel dolgozni. Tehát, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy, hogy a szervezet nem optimálisan működik. Egész egyszerűen mi nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az egyes területeken tényleg az adott pillanatban a lehető legjobb személyek legyenek. És lehet, hogy nem, nem a legnépszerűbb ilyet mondani, de hogyha azt látjuk, hogy valahol egyébként tényleg nem úgy megy, akkor merjünk cserélni. És egész egyszerűen mi ezt, ezt abszolút stratégikusnak és kulcsnak látjunk, hogy mindig az adott pillanatban a lehető leg, legnagyszerűbb emberekkel dolgozunk. Mi nagyon sok tanácsadót is vonunk be az adott területekre, hogyha az szükséges, vagy hogyha az az adott szolgáltatás vagy helyzet megkívánja, nem félünk megkeresni szakértőket, tanácsadókat, és nagyon sok olyan emberrel működünk együtt, aki tényleg támogatja a hátterünket. Vannak kócsok, figyelünk a szervezetre, figyelünk arra, hogy a szervezet épülése az, az, az megfelelő legyen, és a tanácsom az tényleg az, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy középszerűek akarjunk lenni, akarjunk a legjobbak lenni, szinte bármi áron. Ha ezt embercserével kell megcsinálni, akkor merjünk embert is cserélni. Nagyon sok cégnél azt látom, hogy van pár ember, aki egész egyszerűen olyan, mintha ék lenne a küllők között, amivel nem tudsz tovább menni, tehát nem úgy támogatja a szervezetet, és valahogy nem tud kialakulni az a, az, az őszinte csapat, amivel, a hegyeket tudtok mozgatni. És nekünk ez, ez mindig nagyon fontos volt, hogy ne, mi pontosan tudtuk, hogy nekünk hegyeket kell megmozgatni, és ezt nagyon tudatosan mantrázzuk is, és kezeljük a csapat felé, hogy itt igenis nagy dolgokat csinálunk. Aki itt dolgozik velünk, az arra vállalkozik, hogy nagyon nagy dolgokat tegyen le a saját maga munkakörébe, a saját maga területén, és mi nagyon figyelünk arra, hogy az ő Előre menetelők, az, az garantált legyen. Nem szeretjük azt, amikor valaki beül egy pozícióba, és akkor ott el van szürkeelgérként, hanem hogy ott, ott akarjon a legjobb lenni. És ezekből nagyon sok feszültség is szokott lenni, mert sok embernél azért ezt nehéz megcsinálni. És sokszor fájdalmas lépéseket kell ahhoz meghozni, hogy hogy a szervezetet mindig a legjobb formába tarts, és a legjobb képességét tudjad kihozni belőle. Úgyhogy elég sok újra tervezésünk volt egyébként nekünk is az utóbbi időben, és sok, sok alakulás, több olyan kulcsember is elment a cégtől, vagy megszűnt a közös utunk, akit hát én sem gondoltam volna, hogy, hogy megtörténnek, de, de, de a nap végén azt látom, hogy ez mind a cég érdekébe történik, és mind, mindig a cég javát szolgálja az, hogyha valamilyen formában tisztul a rendszer. Tudnék a közelmúltamból hasonló sztorikat, hogy teljesen egyetértek ezzel, hogy, a, hogy a legtöbb cég szerintem, a, vagy a legtöbb vállalkozó, vagy tulajdonos, én, én nem mer hozzányúlni a szervezethez, nem mer hozzányúlni emberekhez. Van ez a fogalom, hogy a szent tehén, hogy mondjuk valaki ott van nagyon régen, vagy valakinek esetleg a rokona, vagy nem tudom, és akkor nem merünk hozzányúlni, és tényleg kell szerintem néha frissíteni. Ezt nemrég hallottam, ez szerintem tök jó megfogalmazás, hogy azokat kell felvenni, akik 90 eséllyel képesek hozni a top 10% szintű eredményt. Mert ugye 100%-ra sose tudunk menni, tehát ez a, és az régebben is hallottam, hogy a top 10%-ra kell lőni, hogy a, hogy, a, azoknak az embereknek a top 10%-át vett fel, akik amúgy hajlandóak lennének alapvetően nálad dolgozni. És hogy ezt nagyon kevesen akarják, meg tudják valahogy megúrani. De hogy ez, ez, egy olyan minőségi különbség, amit igazából nem, nem lehet szerintem leírni, ha valaki ezt megtapasztalja. Abszolút. Nálunk van egy olyan alap Elv, hogy például családtagot, barátot, közelállót nem veszünk föl. Mert abból nem tud jó lenni. Mert ez nem egy, egy baráti itt meg nem egy haveri társaság, amit összeverbúváltunk, hanem ez egy professzionális csapat, akik azon dolgoznak, hogy hogyan tud a billingó a legjobb lenni, és hogyan tudom saját magamból a lehető legtöbbet kihozni. És ezért mi minden eszközt megpróbálunk megadni. A könyvektől, a tréningek, a kócsok, a szakértők, a csapatváltoztatások, az új kollégák, tehát hogy minden olyan eszközön játszunk, hogy hogyan tudjuk kihozni a szervezetből a legjobbat is. Való igaz, hogy nagyon sok szervezetnél látom ezt a szentehén effektus, hogy Hú, Marikához ne nyúljunk hozzá, mert ki tudja, mi lesz, hogyha, hogyha ő nem lesz. És sokszor egyébként pont, hogy hozzá kell hozzányúlni, mert onnan nem tud valahogy tovább lépni a szervezet, és megáll egy bizonyos ponton. Hogyha én visszagondolok, hogy mik voltak így a legnehezebbek az elmúlt kilenc évben, akkor két dolgot tudnék kiemelni. Az egyik a, a, a tőkebe vonási folyamatok, hogy az, az hogyan van megoldva, és hogyan van biztosítva a cégnek a növekedése. A másik pedig a szervezeti kérdések, hogy ezek nagyon nagy érzelmi turbulenciákat okoznak még bennem is. A mai napig egyre jobban kezelem ezeket. Ebben a Szabi kollégám az abszolút nagy mester, és ő ugye a vizertől érkezett, vizernek a beszerzési igazgatója volt, és ott nagyon komoly szintekre küzdötte fel magát. Én azt gondolom, hogy nem bortakként ember ilyen magasra még nem jutott, mint Szabi a vizerbe, és a végén már a flottát vitte, a flotta finanszírozást, és ő intézte ugye a, a repülőgépeknek a beszerzésének a finanszírozását, ami egy elég nehéz feladat volt, főleg a COVID idején, és megoldotta. Tehát, hogy ő kifejezetten olyan ember, aki a lehetetlent is megoldja, és, és azért neki is van egy ilyen elég strict, egy elég feszes, hogy, hogy hogyan érdemes a vállalkozást mindig a csúcsponton tartani, és mindig a lehető legtöbbet kihozni, és nagyon sok eredmény egyébként hozzáköthető illetve az, hogy ahogy a szervezet most, ahogy kinéz. Arra van rálátásod egyébként, hogy nyilván a hr ez a külön területe, de ha van bármiféle ilyen statisztikád, az engem nagyon-nagyon érdekelne, hogy mondjuk aki bejelentkezik hozzátok egy adott pozícióra, tehát van száz jelentkező, akár ügyfélszolgálatra, gondolom azért a különböző területeknek is változhat, vagy IT-re, vagy bárhol máshova, hogy még száz jelentkezőből, vagy ezer jelentkezőből a töltségek a végén hányat szoktatok felvenni, vagy erre van-e bármi ez, ez tök jó kérdés most, már a most 2022-es évvégi rendezvényünkkor csináltam egy ilyen prezentációt a csapatnak. Ilyenkor kiállok én, Szabi és a vezetők is elmondanak egy beszédet, és az én beszédem arról szólt, hogy milyen számok keletkeztek a cégbe, milyen eredményeket értünk el, és pont volt egy szlájd, amiben bekértem a HR-től, hogy mégis hány darab CV érkezett be a 2022-es évben is ebből, Ugye mennyit vettünk föl, és több mint 900 CV érkezett be, ami elképesztő, én sem gondoltam volna, és én is ott tudatosultam benne, hogy úristen, egyébként mi is történik valójában a szervezetben, mert én ezt nem ezt a szervezet már elvégzi magától. Én ezekről nem tudok egyébként, hogy most kik jönnek, kik nem jönnek. Én már, én már azt látom, hogy kik azok, akik egyébként ki vannak válaszol, és kivel fogunk együtt dolgozni, és miért. És mindig nagyon fontos azt megindokolni, hogy miért akarunk azzal az emberrel, azzal az új kollégával dolgozni, mi az, amit egyébként fog hozni a szervezetben. És ugye ehhez képest vettünk föl több mint 50 embert, de ebbe volt ugye fluktuáció is, tehát hogy nekünk is vannak sajnos olyan helyzeteink, amikor nem mindenki tud együtt rezegni velünk, és ez teljesen rendben van, ezzel nincs semmi probléma. Ezek jobb nyilván, hogyha minél előbb kiderülnek, és akkor mindenki megy tovább a saját útjával. De szerintem ez egy teljesen normális dolog, és ebben nincs semmi rossz. Szerintem egy cég életében, amikor, amikor mész tovább, elkerülhetetlen az, hogy valaki kisebb ideig tudja, a javaidat szolgálni, vagy a bilingó érdekeit szolgálni, valaki pedig tényleg már itt van a kezdetek óta. sok a kompromisszum, és ahhoz, hogyha tényleg egy, egy olyan vállalkozást akarsz építeni, ami maximum pörög, tehát hogy tényleg ki akarod hozni belőle a maximumot, akkor, akkor a lehető legkevesebb kompromisszumot kell kötnöd. Elsősorban saját magaddal. Mert ugye nagyon könnyű azt mondani, hogy á, figyelj, vegyük fel, hát ha jó lesz, majd figyelj, majd megoldjuk, majd vagy valamit kivozzunk belőle, de ez a szemlélet, hogy ha már így járunk hozzá, a nem érezzük zsigereinkből azt, hogy fú, basszus, itt ez az ember, és ezzel a világot fogjuk megváltani, akkor, akkor, akkor lehet, hogy érdemes továbbkeresni, és lehet, hogy érdemes belerakni azt a plusz, akár egy-két hónapot, hogy ténylegesen jót tudjál felvenni, mert most felveszel valakit, akiben nem is vagy biztos, lehet, hogy nem is annyira érti a dolgát, utána te hónapokig valószínűleg együtt leszel zárva, és a nap végén nagy valószínűséggel azt volt mondani, hogy Na jó, figyelj, fel valakit mellé, vagy, vagy más, és akkor elégettél egy csomó pénzt. Azt hagyjál, hogy elégettél egy csomó pénzt, de elégettél egy csomó időt is. Hogyha egy igazán gyorsan növekvő vállalkozást akarsz csinálni, akkor neked az idő az nagyon fontos. Neked ott nem érsz rá, hogy oké, okay, akkor na majd megoldjuk később, meg majd holnap, meg holnap után, hanem neked azonnal döntéseket kell hozni, és ott súlyos döntéseket kell hozni, és merni. És nem mindig te leszel a legnépszerűbb. És sok esetben sem én, sem a Szabi, vagy sem a vezetők nem a legnépszerűbbek. Bizonyos helyzetekben a cégben, mert olyan döntéseket is kell hozni, ami nem biztos, hogy, hogy mindenkinek jól esik. Most én nem matekozni akarok, de a 900-ból 50 az inkább ilyen 20-ból egy, és az azért, azért érdekes, mert én azt szoktam általában javasolni vállalkozóknak vagy vezetőknek, hogy, hogy ilyen 20 jelölt alatt fölvenni valakit az ilyen nagyon inkább ilyen lottó és tényleg ez a háromból ötből, és sokan Aha. örülnek, hogy ha ah, van öt szívját, akkor behívtam hármat, az egyiket fölveszem. Most nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy ez működik, de hogy ilyen szinte tehát Nálunk is épp mint ez van, ez a 20-ból, 30-ból, 50 szoktunk egyet felvenni, és azért gondolkoztam, hogy életem során hány embert vehettem föl, de már száz fölött van, és hogy nagyon durván látszik. Sokáig azzal kísérleteztünk, hogy, így, hogy nagyon jó menedzserek legyünk, nagyon jó vezetők, és hogy, hogy, hogy tudjuk jobban vezetni az embereket. De most nekem az a 2023-as megértésem, hogy az, hogy kit veszel fel, az egyszerűen olyan nagy mértékben felül írja azt, hogy amúgy te milyen vezető vagy, mert akármilyen vezető vagy, ha nem jó embert veszel fel, akkor viszont ha megfelelő embert veszed föl, akkor pedig ilyen nagyon lazán, könnyen, kicsit maximum terelgetni kell az embereket, és ebbe, ebbe elképesztő különbség vannak tényleg. És van, van még egy jó gondolat szerintem, ami érdekes, hogy általában nem az okozza a problémát, akit felveszel, hanem az, akit nem küldesz el. Mert hogy a leggondosabb kiválasztás mellett is lehet azért toborzási probléma, hogy mégse jó tanállat, de ha őt elmered küldeni gyorsan, akkor igazából tényleg lehet egy bomba jó csapatot építeni. Nagyon tőle. sokan ebben ragadnak bele, hogy hogy inkább nem küldik el, tőrik, és, és a nap végén úgy is rájönnek, hogy de el kellett volna küldeni. Ugye szokták azt mondani, hogy a körülötted lévő öt ember átlaga vagy, és ez szerintem a cégnél is igaz. Tehát, hogy az, hogy te kivel dolgozol együtt, az gondoljunk bele egy, egy olyan hasonlatba, hogy én nem vagyok nagy foci rajongó, de mondjuk, mondjuk éljünk azzal az allegóriával, hogy te, te egy, egy csapatedző vagy. Neked ott kulcsfontosságú, hogy megtaláld az adott pozícióra az embereket, tehát ott nem mondhatod azt, hogy á figyelj, Danika, gyere be, mert, izé, mert lehet, hogy most nem tudom, valamilyen rokon vagy, vagy valami, és akkor majd jól leszel ott hátvédnek, és akkor figyelj majd a labdára, jó, hogy kapd el, hogyha hátvéd, ez nem oké, okay. ez nem oké. Okay. Neked minden egyes pozícióra világklasszisokat kell megtalálnod, és neked nagyon fontos feladatod van abban, hogy azokat a játékosokat, te azokat neveld csapatjátékra, tudjanak együtt mozogni, mert hogyha nem tudnak együtt mozogni, akkor ugye, hiába vannak jó játékosaid, akkor nem fogsz tudni egyre a kettőre jutni. Önmaguk is legyenek jók, legyenek motiváltak, és ez egy nagyon nehéz egyensúly. Tehát maga az, hogy megtalálni a motivációt, de egyébként hoz ki a szervezetből a legtöbbet, mert ebből azért szoktak feszültségek lenni, mert uh, ugye mindig többet kérsz, hogy valahogy ezt megpróbálod egyensúlyjal jól kezelni, de nem nyúlhatsz mindig ahhoz, hogy jó, akkor mindig adok bónuszt, vagy mindig adok fizetésemelés, mert akkor egy év múlva már hol leszünk, érted? <laughs> Tehát, hogy ezeket nagyon átgondoltan kell kezelni, és hiába van sok pénz a számládon, akkor sem sáfárkodhatsz vele úgy, hogy minthogyha annak sosem lenne vége hanem azon nagyon nagy gondossággal kell figyelni. És nekünk az egyik sikerünk titka pénzügyileg szerintem az volt, hogy a Szabinak volt egy nagyon-nagyon feszes mindset -e. ugye beszerzési igazgatóként nagyon-nagyon olyan mindset ült be a bilingóba, hogy minden költség az, az fontos, és próbáljunk meg minél több mindent levágni. És egyébként mi az üzleti tervünkhöz képest is, igen jelentős spórolást tudtunk megcsinálni, ugyanolyan növekedéshez képest. Tehát, hogy Szerintem ez is egy nagyon érdekes, amit látok így a startup piacon, hogy ah, van pénzünk, akkor tudunk költeni, akkor figyelj, akkor legyen ez, legyen az, figyelj, akkor ezt a beszállítót, de ezeket mindig érdemes átgondolni, hogy tényleg kell? Biztos, hogy az a növekedés szolgálja, vagy a cég érdekeit? Ebből nagyon sok veszekedésünk volt, meg ilyen vitánk a Szabival, hogy én szerettem volna mondjuk bizonyos szolgáltatásokat, vagy alvállalkozókat, vagy hogy tényleg menjünk, mert én azt gondoltam, hogy az a cégnek a legjobb szolgálja, és valahogy racionálisan mégis meg Térve hogy miért nem. És az esetek nagy többségében jó döntés volt, hogy inkább nem mentünk el abba az irányba, és nem költöttünk bizonyos olyan dolgokra, ami lehet, hogy adott pillanatban még felesleges lett volna. Tehát, hogy ezt is érdemes egyensúlyba tartani, hogy ne táncoljunk gyorsabban, mint ahogy a zene szól, hanem hogy legyen egy önmérséklet, de figyeljünk arra, hogy mindig a pengén tartsuk a, a céget. Erről az jut eszembe, hogy könnyű akkor takarékoskodni, ha nincs. Igen, akkor nincs mit elszórnod, de ha van mit, akkor nehéz igazán megfontoltnak, meg, meg lenni. És azt hiszem, hogy talán a, az is sok kapcsán hallottam ezt, hogy, hogy nem az a lényeg, tehát hogy nem spórolni kell, hanem nem szabad pazarolni. Mert ugye a spórolás az azt jelenteni, hogy akár olyan dolgot se veszel meg, ami mondjuk kell, mondjuk egy jobb eszközt, hanem nem kell feleslegesen pazarolni. Ez tök fontos ez nézőpont. Nagyon, ez nagyon-nagyon szép. Ez nagyon jó mindset, mert pont ezt kell szerintem követni, hogy, hogy ne, 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 pazaroljunk. Ne, ne menjünk el Túlzásba. Mindig legyen egy, egy észérvű mértékletesség. Mi mindig megpróbáljuk a lehető legjobb eszközökkel dolgozni. Most nem arra gondolok, hogy nem tudom, a legdrágább mekeket vesszük meg, mert, mert nem ez van, hanem ott is megnézzük azt, hogy mi az észszerű. De például technológiába, a technológiában, a bilingónál, ott ténylegesen törekszünk arra, hogy mind szerverbe, mind, mind fejlettségbe, mind mindenbe, ott viszont a legjobbat kell hozzunk, mert tudjuk azt, hogy nem maradhatunk le a piacról, sőt, nekünk diktálnunk kell a piacot. Muszáj nekünk a legújabb trendeket hozni. Nagyon büszkék vagyunk például arra, hogy tényleg nagyon fejlett például az API technológiánk, ami jelen pillanatban, jelen tudásom szerint a számlázó piacon nem annyira megszokott, vagy nem is tudom, hogy, hogy mindenkinek van valamiféle apja, de ilyen fejlett api technológiája, az jelenleg csak a billingónak van. Nekem az érdekel, hogy szerintem sok vállalkozó gondolkozik azon, hogy innováljon, illetve hogy hogyan vonjon be tőkét, egyáltalán gondolkodjon egy tőkebe vonásban. Ebben szerintem nagyon nagy tapasztalatod van. Jó, Tom Kristóf, nektek nem volt ilyen még, illetve amikor elindult el a vállalkozás, akkor meséltél, ezt, hogy egy barátodtól volt, a kölcsönkérték kevésebb összeget. És... volt ilyen, igen, de szerintem a, mi, mi, nem vagyunk egy ilyen tőkeigényes, ugye szolgáltató, mi inkább ilyen emberigényesek vagyunk, tehát nem tudnánk mire elkölteni nagyon sok pénzt szerintem. Mik a meglátáséd ezzel kapcsolatban, hogy kinek hasznos a tőkebevonás, miért hasznos, milyen előnyei lehetnek, kinek nem ajánlanád? Amikor azon elgondolkodunk, hogy tőkét vonjunk be, akkor mindig azt érdemes szerintem megkérdezni, hogy miért. És szerintem ott a miértnél kell a lehető legtöbb időt eltölteni, hogy azt, azt megértsük, hogy azt most miért akarjuk bevonni. Tényleg kell-e a vállalkozásnak? Ha van olyan cél, hogy neked tényleg olyan növekedést szeretnél produkálni, vagy vagy olyan racionális tervet raksz le, akkor lehet, hogy szükséged van tőkére. én na, én tényleg nagyon sok olyan startupot, vállalkozást ismerek, aki azért von be tőkét, mert könnyű volt. De mondom, de miért? Tehát, hogy most van egy tulajdonos társad, egyébként, aki szórja, egyébként nagyon sok startupba beszállt, és akkor most mit csinálsz? Tehát, hogy azért, mert könnyű volt, vagy azért, mert olcsó volt, vagy szerintem ezek nem jó válaszok hogyha neked tényleg van egy olyan belső indítatásod, hogy me akarod váltani a világot észszerű módon, és nem egyből húsz országba akarsz menni, hanem van egy racionális terved, hogy oké, okay, megcsináld először mondjuk Magyarországot, van egy mérföldkő, utána mész tovább, vagy nem tudom, van egy, amihez kell pénz, és ehhez kell szervezet, és a szervezetet pedig úgy tudod felépíteni, vagy az adott technológiát, hogy ahhoz pénz kell, az teljesen rendben van. De ezeket szerintem érdemes mindig nagyon átgondolni, és érdemes mindig úgy tervezni, hogy nem kiszámolni a dolgokat. Sok olyan hibát láttam, hogy láttam üzleti terveket, és akkor eleve láttam, hogy nem volt annyira átgondolva maga az üzleti terv, csak kaptak egy mintát, hogy figyelj, tölts ki, és akkor ha azt kitöltöd, akkor jó lesz. Szerintem ezek már nehéz indulók, és szerintem ezeket kell megnézni, hogy pontosan mi az a cél, amire el szeretnénk költeni. Nem javaslom mindenkinek egyébként a tőkebevonást, mert nem, nem biztos, hogy az adott ponton egyébként még szükséges. És ami nagyon fontos, hogy ha valaki mégis tőkebevonáson gondolkodik, akkor már validált termékkel menjen oda, mert ötletből nem fog nagy hitet kapni a befektetőktől, meg nagy pénz sem. És hogyha már van egy olyan validált gondolata termékkel, szolgáltatása, amit a piac visszajelzett, hogy oké, okay, ezt megveszi, és egyébként ténylegesen megveszi, és ténylegesen fizeti érte, és egyébként tényleg a növekedéshez kell a tőke, akkor, akkor pedig hajrá. Tehát, hogyha egy jól működő bizniszről van szó, aminek a növekedését nagymértékben megtámogatja, és ezt az adatok is bizonyítják, akkor lehet még hasznosabb tőkebefektetés. Abszolút, meg ugye azt is meg kell nézni, hogy az adott céget azt, azt mire épített. Exitre, eladásra, tőzsdére akarsz majd menni, vagy, vagy egyébként egy családi céget szeretnél építeni, amiből majd az unokáid is el fognak élni. Ezek nagyon-nagyon ezek más célok. Hogyha az unokáidnak akarsz céget építeni, akkor nem biztos, hogy a vonás. az ilyen típusú bevonása jó, akkor meg kell nézni, milyen más finanszírozási megoldások vannak, és arra építeni egy racionális üzleti tervet. Ha exitre építed meg tényleg egy gyors növekedési vállalkozást, akkor tök jó tud lenni, hogyha párszor nagyon-nagyon struktúráltan elkezded felépíteni azt, hogy hogyan fogod bevonni egyébként a tőkebevonásaidat, és hogyan építed föl a vállalatnak a finanszírozását. Lehet szóval tudni neked mi a célod, vagy szabad tudni? Nem is titkoljuk, abszolút az exit a cél. Tehát, hogy mindenki, aki egyébként a billingon dolgozik, az teljes mértékben tisztában van, van bele, hogy, hogy exitálni. Tehát, hogy nem soha nem volt az, hogy ezt majd a családnak, vagy unokáknak, vagy bármi, mert annyira gyorsan változik egyébként a technológia, hogy az ilyen típusú technológiai cégeknek nagyjából ez, ez az útja. És nagyon sok olyan szoftvert láttunk már, ami tényleg nagy sikerű volt, de, de valahogy bejött egy nagyobb, nem? Tehát, hogy mindenkit felvásárolnak előbb-utóbb tipikusan ki vehetne meg egy ilyen, egy ilyet, mint a Billingo? Egy, 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 még nagyobb szereplő, vagy egy nemzetközi szereplő, vagy, vagy pénzügyi befektető? Én azt gondolom, hogy exit lehetőségeknél a bankok olyan nemzetközi szereplők, akik valamilyen technológiai irányban gondolkodnak, ezek lehetnek könyvelő, számlázó, CRM, hasonló nagy rendszerek, Európában, meg a világban igazán nagy cégek vannak. Tehát, hogy ott azért milliárd dolláros nagy vállalatirányítási és, és, olyan rendszerek, akiknek érdekében lehet az, hogy mondjuk egy bizonyos piacon egy bizonyos szegmenst megkívánnak érteni, és azt, azt megvásárolni. nekik észszerű lehet. Azt látom, hogy nem könnyű egyébként számlázót sem építeni, bármennyire is könnyűnek tűnhet, hogy jaj, jaj, csak kiállítok egy számlát, meg sztordom, meg helyesbítő számla, meg stb., de látom a piaci szereplőket, hogy nehezen tudják megugrani. Tehát, hogy nem feltétlen azon múlik egy cégnek a sikere, hogy mennyi pénz van mögötte. És voltak olyan versenytársaink, akár bankok, akár más szereplők, akik megpróbálkoztak ezen a piacon, de akár több milliárd forint investíció után sem tudtak érdemi eredményt elérni. És hogyha ezt nézzük egy kicsit távolról, hogy mit jelent egy piacon lenni szereplőként, releváns szereplőként, az valakinek lehet egy érték, hogy nem eleve kidoba kukába x 100 milliót vagy x milliárd forintot ahhoz, hogy próbálkozzon és egyébként éveket tegyen bele, hanem lehet, hogy valakinek megéri az, hogy racionálisan megvesz egy szereplőt és ő mondjuk megvesz egy piacot. Köszönöm, értem. Nemzetközi terjeszkedés. Ugye korábbi interjúkban említetted azt, hogy nektek a piac egy nagyon közeli cég, aztán ez 2019-ben volt kitűzött. Ezzel most hogy álltok, illetve mi a tapasztalatok a nemzetközi szintéren? Ez egy nagyon nagy dilemma, folyamatos dilemma nekünk, és mindig sokat beszélünk róla, hogy mikor van itt az ideje, és hogyan fogjuk meg. Nehezen látunk jó példát. Ez lehet, hogy egy szegény gondolkodás, de nehezen látunk olyan jó példát, amit meg tudnánk fogni azt, hogy Magyarországról hogyan lehet jól kimenni, mert ugye a skálázhatósághoz nálunk azért hozzá tartozik, hogyha kimegyünk egy másik országba, akkor meg kell értenünk az adott piacot. Tehát az adott piacok az adózását, a számlázási szokásait, és, és azért vannak eltérések. Tehát, hogy nem ugyanaz Románia, Szlovákia, Csehország, meg Németország, mint Magyarország. Viszont van egy jó lehetőség, hogy mindenhol egyébként ezeket az adóhatósági számlázó bekötéseket, ezeket most azért elkezdték úgy, úgy csinálni. Úgyhogy ez egy nagy dilemma, hogy hogyan, mikor, mennyiért, melyik az a pillanat, mikor van az a stabilitás, amikor ezt könnyedén meg tudjuk tenni, és erre nem nagyon tudok még válaszolni. Nagy valószínűséggel, hogyha mondanom kéne valamit, akkor ez 2023-ban nem fog megtörténni. Nagy valószínűséggel, de 100%-osan nem tudom kienteni, mert azért, azért ott van a lehetősége. És tudom, hogy ez egy kicsit furán hangzik, hogy hogy, hogy nem tudom meg, akkor, akkor hol van a stratégiánk, de ezek kicsit mozgó dolgok. Sok mindennek az összessége kell figyelnünk ahhoz, hogy meghatározzuk azt, hogy mikor van a legmegfelelőbb pont. Ha túl korán lépünk ki, lehet, hogy elfogy a pénzünk, és utána még nagyobb adott esetben bajba sodorjuk a, a magyar operációt néznünk kell az, hogy az adott piacon milyen szereplők vannak, ők hogyan fejlődnek, tehát nagyon sok mindent kell egyszerre nézni az, hogy meg tudj hozni egy olyan döntés, hogy kimész, mert ha kimész onnan, egyrészt kicsit face loss is, hogyha Utána mégis vissza kell jönni, és nagy csinálatot meg kimentél, meg ott elkezdesz pénzt beleinvestálni. És azt is nézni kell, hogy mennyire veszélyezteti a magyar operációnak a, a tényleges fejlődését. Mert azt még nem szeretnénk, hogy vannak olyan lehetőségek, amit még Magyarországon is bőven meg tudunk ugrani, és egy elég nagy fejlődést csinál a a biningónak, és mondjuk azért nem lépünk meg, mert, mert hazárdírozunk egy másik piacon. És azért, azért elég nagy felelősségünk van abban, hogy ezeket hogyan hozzuk meg, és már nem azon a szinten vagyunk, hogy nekünk minden mindegy, csak menjünk ki. Nagy valószínűséggel 2024 lesz az, az év, amikor kimegyünk, de ezt is kérdőjel el tudom mondani. Nem tudom biztosra azt mondani, hogy ez 100% így lesz. A tervek szerint, ha nagy biztonságot kéne mondanom, akkor valószínűleg ez. De ugye most bejött azért a új technológiák, ChatGPT és a többi, és mi is látjuk azt, hogy ez, ez megint egy picit más kontextusba tudja tenni egyrészt a magyar növekedésünket, egyrészt a, a, a nemzetközi növekedésünkbe is látjuk azt, hogy itt viszont vannak már olyan lehetőségek, amiket, hogyha jól megfogunk, akkor, akkor lehet, hogy egy nagyon jó növekedést tudunk produkálni akár nemzetközi színvonalon is. Én azt gondolom, hogy egy elég nagy átalakulás előtt van maga a számlázási piac is, nem csak a számlázási piac, hanem hogy nagyjából minden most így a ChatGPT-nek az érkeztével is, és ezt szeretnénk a lehető legjobban megfogni. Én arra térnék rá még egy picit, hogy egy vállalkozásnak az élet, ez egy hatalmas nagy érzelmi hullámvasút szokott lenni tipikusan. És nagyon sokan abban vannak, hogy azért nem lépnek nagyobbra egyről a kettőre, ha most idéztek egy klasszikus Gál vagy, vagy akár az, hogy két főről mondjuk tíz főre növekedni, vagy akár egyébként tőkét bevonni, mert egy akkora érzelmi hullámzásra jár együtt, meg nagyon sokan nem mernek kirakni mondjuk magukra egy weboldalt sem az internetre, mert hogy félnek attól, hogy a vállalkozásnak a sikere az valahol az ő emberi kudarcuk is lehetne. És az a kérdésem, mert ezt én láttam többfajta megközelítést ebben, Albert nálad, hogy ez hogy néz ki, hogy az identitásodnak mekkora részét képezi a vállalkozás, vagy ugye, tehát mennyire azonosulsz érzelmileg magával a vállalkozásnak a sikereivel, vagy mennyire érzed azt, hogy alapvetően ez egy munka, amit meg kell csinálni, de hogy én, én Albert vagyok, és hogy ez igazából tőlem egy teljesen különálló dolog, amit csak meg kell csinálni, és mindegy, tehát nyilván nem azt mondom, hogy mindegy, de hogy ezért nem annyira hat az én önértékelésemre, ez hogy ez érzem Nagyon-nagyon szép kérdés. Nagyon szép kérdés. Én ezt külön tudom választani, de nem mindig tudtam külön választani. Nem voltam mindig annyira tudatos, hogy azt ténylegesen külön tudjam választani. És nagyon-nagyon és szépen megfogalmaztad azt, hogy sokan összemossák a saját identitásukat a vállalkozások identitásával, azonosulnak a vállalkozásukkal, a vállalkozások sikereivel és bukásaival, és sokan pont azért mennek érzelmileg is tönkre, hogyha mondjuk megbukik a vállalkozásuk, mert azt a saját bukásuknak ítélik meg. És utána. Fordulhat az elő például az embereknél, hogy hitetlenebbek lesznek, nem lesznek annyira vakmerőek, vagy nem tudnak annyira hogy lekorlátozzák magukat. Talán ez a legjobb szó, hogy le, lekorlátozzák saját magukat, mert mondjuk volt egy olyan tapasztalatuk, hogy, hú, nekem volt már egy bukott vállalkozásom, akkor én is bukott vagyok. De ez egy hülyeség. Tehát ez nem így van. És ezt ez, ez fel kell nőni, hogy ezt meg kell érteni, és ezzel egyébként szerintem kell az embernek foglalkozni saját magával, akár kócsokkal, akár olyan külső segítségekkel, akik ezt teljesen tudatosan elkezdik leválasztani az emberről, hogy ez egy két külön identitás. Te hatással vagy a cégre, de, de te nem a céged vagy. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a, cég van, érted. És nem érted. Tehát, hogy, hogy ha a cégnek sikere van, hozzájárultál a cég sikeréhez, és neked igenis között van hatással vagy ahhoz, hogy az a cég az a lehető legjobbat hozza ki, de te nem a cég egy vagy. Én is nagyon tudatosan kezelem ezt, hogy én nem a bilingó vagyok. Én a bilingónak a képviselője vagyok, aki mindig az adott pillanatban a lehető legjobbat hozza ki saját magából, hogy a biddingónak a lehető legnagyobb hatást tudjuk elérni. Ez a hatás, ez lehet pénzügyi, lehet felhasználóbeli, lehet az, hogy hogyan tudunk még nagyobb versenyképességet, egyszerűséget, időt adni a vállalkozásoknak, ez sok mindenben mérhető. Ügyfélelégedettség, és még tényleg sorolhatnám, nagyon sok KPI-t nézünk, de ez, ez, egy tényleg nagyon fontos, és ez egy nagyon fontos üzenet, hogy a vállalkozás az nem egyenlő a vezetővel. A két identitás az, nagyon más. Ez jó felvetés ez, hogy a, ugye nagyon sokan megégetik magukat, mondjuk van egy bukásuk, vagy egy kudarcuk, vagy egy rossz élményük, csalódnak egy munkatársba, vagy, vagy, vagy egy ügyfélben, és akkor ilyen elkezdenek utána másképp, mondjuk ilyen defenzívebben viselkedni. Erről én azt hallottam valakitől, hogy hogy nem vagyok hajlandó óvatosabbnak lenni egy, egy problémás eset után, viszont körültekintőbb, meg igen. Tehát, hogy nem, nem leszek kevésbé, mondjuk, bátor, hanem jobban figyelek, és megpróbálok több jelet észrevenni, amit eddig nem vettem. Az egy tapasztalat. Tudod, az, hogy úgy nem. Tehát ott volt egy olyan megélésed, hogy figyelj, ez, ez így nem ment, ez így nem volt jó. Akkor neked abból a következtetés kell levonni, hogy jó, de ez hogy lehetett volna másképp? Hogyan tudtuk volna ebből kihozni a legjobbat? És hogyha te el tudod vinni azt az információt, hogy hm, hogyha legközelebb csinálom, akkor egyébként majd így fogom csinálni, és ebből így fogom ki tudni hozni a legjobbat, akkor egyébként te nyertél. Te a bukásból is egyébként abszolút nyertesen tudsz kiszállni, hogyha ezt teljesen objektíven kezeled így, ilyen formában. Ugye Magyarországon egy kicsit tabunak számít az, hogy hú, volt bukott cég, hát ja, az a srác, az tudod, múltkor megbuktatott egy céget, meg stb. de azt szerintem érdemes megnézni, hogy mi volt mögötte a szándék. Ha azért buktatta meg, mert egyébként az volt a szándék, hogy nem tudom, kisigerjeljen, ügyfeleket, stb. És egyébként a rossz szándékkal tette tönkre a céget, az nem fair. Ha olyan döntések vagy történéseknek a, a sorozata volt, amiben a legjobb szándékát tette be az ember, akkor az, én azt gondolom, hogy az egy, az egy tanuló pénz volt, és az máshogy kell megítélni azt, mint hogyha egy csalóval vagy egy olyan emberrel állnánk szembe, aki ne, nem jó szándékkal fektetett meg egy céget. Ha megnézzük Amerikát, akkor Amerikában minél több bukásod van, és minél több céged volt már, annál jobb vagy. Mert azt mondják, hogy figyelj, te már láttál egy csomó dolgot, te érted azt, hogy mi az, ami nem működik, és ne, neked nagyobb valószínűséggel tudod azt, hogy akkor ezeket hogyan kell megoldani. És ott egészen más a mindset. Ott nem gáz az, hogy volt 20 darab céged már, amiben vagy így, vagy úgy, de vagy kiszálltál, vagy, vagy megbukott, vagy sikeres volt, de egyébként nem tudom, már elmúlt a piasz, tehát, hogy, hogy ez nem, nem probléma, és szerintem ez fontos, ez a mindset. Nekem, nekem is több cégem volt, nekem sem sikerült minden, és ezt több büszkén vállalom. Van ilyen, de mindig a legjobb szándékból gondolok a dolgokra, mindig a legjobb szándékból próbálom kihozni a, a történésekből a legjobbat. És az a vállalkozói tapasztalat, amit cégeken meg tudtam élni, pont az hozta el azt, hogy a bilingóhoz már, már nagyon éretten tudtunk úgy hozzányúlni, hogy ott legyen, ahol most van. És hogyha nem lettek volna ezek a tapasztalataim, simán elképzelhető, hogy a bilingó sem lenne most a jelenlegi szinten. Az a helyzet, hogy nekem még milliónyi-milliónyi kérdésem lenne, és szerintem három napon keresztül itt tudnánk jönni szünet nélkül, és nagyon köszönöm neked, de Albert, hogy ezeket megosztott, ez nagyon tanulságos adás volt, meg az a sejtésem, hogy idő nem lehetett végighallgatni az eddig 90 epizódunkat, de nagyon sok mindenben azokat osztottad meg a saját tapasztalatodként, amikre igazából mi is közösen jutottunk, de persze rengeteg újat is mondtál, szóval nekem nagyon hasznos volt a mostani beszélgetésünk, bizony, hogy a hallgatóknak is ha esetleg van-e bármilyen még utolsó kérdés. Még azt akar... meg akartam kérdezni, csak közben úgy éreztem, hogy ez egy ilyen utolsó kérdésnek jó, ezért tartogattam, hogy ha sikerülne az exit, akkor utána mit csinálnál? Tehát csinálnál még egy bizniszt, a nyugdíjba mennél? Én ugyanúgy szolgálnék. Nekem, nekem az motivál, hogy, hogy tudjak valamilyen olyan szolgálatot tenni, ami valamilyen formában manifestálódik egy cégben, egy szolgáltatásban, egy termékben, és azt valahogy jól tudjuk kezelni. Szeretem megosztani a tudásomat, egészen biztos, hogy szeretnék nagyon sok olyan startupnak, cégnek segíteni, akik értékesnek tartják a, a gondolataimat, és, és arra méltónak tartanak, hogy adott esetben megkérdezzék a véleményemet, és én abszolút a legnagyobb nyitottsággal várok minden időszakot. Tehát, hogy nincs nekem úgy a fejemben semmi, hogy uh, aha, lesz majd egy olyan, nem tudom, plázám, vagy tök mindegy micsoda, amit majd meg szeretnénk csinálni, mert nincs semmilyen, hanem abszolút nyitottan várom azt, hogy hol tudok majd legközelebb is szolgálni, és valami nagyot alkotni. Szuper, köszönöm. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon köszönjük a hallgatóságnak és a figyelmet, és akkor két hét múlva ismét találkozunk. Ha érdekesnek tartottátok, amiket az Albert mondott, akkor mindenképpen próbáljátok ki a Billingót, illetve van még az interneten elérhető rengeteg interjú és izgalmas tartalom, veszve szóval rengeteget le lehet még tőle is tanulni, itt az interneten, kövessétek, szeretettel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!